foglalkozás. A többi szerepemben, hogy tudnélik szakácsnak, vagy udvari nevelőnek állok, csak álltam, hogy segíthessen. Vagy aki bajba jutott, ne maradjon pácban. Minden jutott vagyok. Lótok, futok, szaladok, ha kell, alakot váltok, a legkisebb zubba is megbújok, figyelek, fülelek, szagolok, és ahol megorrontom, hogy valaki bajba van, na ott segít. Nem csak a Hamupipőke című előadás Aliodoro nevű figurájára igaz mindez, de magára a színművészre Tóth Károlyra is, aki valóban mindenütt ott van, hogy segítsen közel 40 éve a Móricz Zsigmond Színház színpadán. 1982-ben szerződött csoportos szereplőként Nyíregyházára az akkor még Bozóki István vezette társulathoz, amelynek kisebb megszakításokkal azóta is oszlopos tagja. Egyedi karakter megformálásain generációk nőttek fel, és a felnőtt közönség is számos emlékezetes alakítására emlékezhet a színpadi figuráktól, az olyan tévésorozatokig, mint a Kisváros vagy épp a Dr. Balaton. A kollégák és a közönség elismerése mellett Tóth Károly színművészt idén a rangos szakmai elismerést jelentő Óze díjra jelölték, ami saját bevallása szerint meglepetésként érte. Fölhívtak a Magyar Színházi Társaságtól a Vajda Márta ügyvezető titkár, hogy szeretettel várnak december 13-án az Ózedi átadására, és nem értettem a telefonba, és visszakérdeztem rá, hogy ne haragudj, nem értem, hogy hová kell, vagy mi ez. És akkor ő elmondta, hogy az Ózedi, amit Gobi Hilda alapított 1987-ben halála előtt, amit epizód színészeknek adnak ki minden évben, egy budapesti színésznő színész, és egy vidéki színésznő színész. Jaj, mondom, most már akkor rendben van, tudom mi ez, értem, és hogy szeretettel várnak engem. És én megkérdeztem tőle, hogy hú, hát ez szuper, és hogy milyen minőségben. És ő visszakérdezett, hogy szerinted? Az 58 éves színművész gazdag életpályája során számos rendezővel és színész kollégával játszott, leggyakrabban karakterszerepeket. A színművész számára az egyik legkedvesebb a 2019-ben Göttinger Pál által rendezett Tengeren című előadás volt, amelyben, ahogy fogalmazott, egy szerepálma valósulhatott meg. 2020-ban a Móricz Zsigmond Színház társulata Tóth Károlynak ítélte a Móricz díjat, aki számára azonban ez a mostani Óze díj az első, rangos országos elismerés, amelyet a színház vezetősége terjesztett föl a szakmai zsűrinek. És akkor jöttem be, találkoztam a főrendezővel, az igazgatómmal ma, és majdnem sírva öleltem meg, hogy megköszönjem, mert hát tudod, gyakorlatilag közel 40 éves pályámon ez volt az első olyan díj, amit nem a kollégák, nem a közönség, hanem a színház terjesztett fel, vagy javasolt. Az Óze díjat az előző évben ugyancsak a Móricz Zsigmond Színház egyik társulati tagjának, Horváth Margit színművésznőnek ítélte a szakma. Langyos, meleg, már megint hideg. Tóth Károlyt legközelebb a Cseresznyés kert című Csehov drámában láthatja a közönség a színház kamara színpadán. Na végre,